Sümegi nyitással és első pontjuk megszerzésével startolt el a szolnoki röplabdások vasárnapi találkozója. A vendégek kezdésére azonban hamar érkezett a válasz. A mieink nem hagyták előnyhöz jutni ellenfelüket, 4-3-nál átvették a vezetést. Az egyenlítés 8-8-nál következett, de az a röplabda akadémia játékosait nem tántorította el. A mieink a Sümeg minden támadására jól reagáltak. Az egyenlítések sora 20-20-ig tartott. Ekkor a vendégek elkezdtek hajrázni, akik az első szettet 25-21-re nyerték. A térfélcsere nem tett jót a szolnoknak, a csapat koncentrációja már az etap elején megingott. Az ellenfélnek a szett első pontját ismét sikerült megszereznie, ami tovább erősítette játékukat. A Sümeg 1-2 után megkezdte a menetelést, amit a mieink nem tudtak követni. 2-10-et mutatott az eredményjelző, mikor Gulyás Ferenc vezetőedző időt kért, megpróbálva csapatát visszahozni a játékba. A lélegzetvételnyi szünet meghozta az eredményt, azonban a Sümeg előnyét nem lehetett behozni. A szett 9-25-tel zárult. A találkozó utolsó felvonása sem kezdődött meglepetéssel. A vendégek ismét előnyhöz jutottak, azonban a mieink is visszatértek a játékba. A fiúk 13-15-ig felhozták a lemaradásukat, ami a Sümeget is meglepte. A hajrázás 20-25-ig tartott. 3 szett győzelemmel a találkozót a vendégek nyerték.